Szevasztok srácok! Robi a Fly Videótól. Támadt egy olyan őrült ötletem, hogy kívülök egy kicsit ide a... forgatásra. A karanténból kívülünk egy kicsit, és mutatok nektek egy trükköt, hogy hogyan is forduljatok egy Mavickkel szépen, manuálisan, hogy lehet szép körívet leírni, hogy jó fogni a távirányítót. Talán még tudok újdonságot mondani egy-két embernek. Gyertek velem! Minden megtesz a világ, hogy ne drónozhass. De mi a k***met keresi 10 méter magasságban? Szevasztok srácok, Robi vagyok ismét a Fly Videótól. A tegnapi félre sikerült első kísérlet után ez a csapó 2. Most elmentünk egy olyan helyre, ahol nem támadnak meg, mint a helikopterek, hidroplánok, utasszállító repülőgépek 10-15 méter magasságban. Remélhetőleg. Úgyhogy folytatjuk ezt a kis vlogot, ami arról szól, hogy én hogyan szoktam manuálisan leírni szép körívet bármi körül, nyilván amit kijelölök, egy legyen az egy templom, vagy én saját magam, vagy egy autó, hogy hogyan tudod ezt manuálisan megtenni, mert én sosem voltam elégedett a gyári automata megoldással, mert az szögletes volt, különböző problémák merültek fel. Szóval én mondjuk igyekszem mindent manuálisan intézni, az összes beállítást, az összes mozgást, úgyhogy ezt is. Gyertek velem, megmutatom, hogy én hogy csinálom. Először is arról, hogy hogyan tartsuk helyesen, precízen a távirányítót. Ugye sokan úgy gondolják, hogy simán így megfogom, megmarkolom, az a legkézenfekvőbb, legkézreállóbb dolog. Persze ugyanezt sokkal rövidebb körmökkel, és simán így egy-egy hüvelykújjal mozgatom a joysticket. Ez az esetek nagy többségében működik is rendesen. Na most, én amikor precíz feladatot kell végezni, akkor két ujjal fogom a joystickokat, és a... melyik ujj ez a... ez melyik ujj, gyerekek? Nem tudom. Azzal az ujjal tekergetem, középső ujj, köszönöm szépen az asszisztensemnek, tekergetem a kamera tárcsát, és közben megeszik a lábamat a bogarak. Jó, tehát ilyenkor ezzel a két ujjal tudsz finom, precíz munkát végezni, remélhetőleg. Na kérem! Csináljunk egy szép, próbáljunk meg egy szép körívet. Ugye, ami nagyon fontos, hogy a jobb oldalival nem csak körbe tudunk menni, tehát most ugye mind a két joystickot kifelé húzom. Az egyik ugye fordítja tengelye körül balra a drónt, a másik pedig halad oldalra vadul. És ugye most én kicsit közelebb is nyomom, hogy ez az ív, ez egy picit közelítsen hozzánk. Szépen. És ahogy látjátok, ez egész jól sikerül, és közben nagyon finoman lehet ezt az ívet tartani, korrigálni, közben a tárcsát is állítom. Ezt is csak nagyon finoman. Annyira finom, hogy szinte észre se vehető. Hoppá, ugye? Tehát szépen, viszonylag szép körívet tudtam így elérni ezzel a mozgással. Mielőtt mindenki kihányná a belét, ezt abba hagyom. Ugyanez a másik irányba, srácok, akkor középre állítom a két botkormányt finoman. Érdekes módon ezt az ívet ezt úgy tudja elérni, hogy gyakorlatilag tökig előre nyomom. Jó, de nekem mondom, nekem nagyon-nagyon finomítva vannak itt a szögek és az erőkarok, úgyhogy ezen nem kell csodálkozni, hogy gyakorlatilag valószínűleg nálam egy kicsit erősebb az oldalsó mozgás, mint mondjuk az előre menetel. Ja, és közben a tárcsát is állítom persze kézzel szépen. Tehát amit látjátok, kicsit fölveszem a szemegem, mert megvakulok. Amit látjátok, attól függően, hogy melyik irányba szeretnék körözni a drónnal, attól függően vagy középre mind a két kart, vagy két oldalra mind a két kart húzod, és finoman, precízen két ujjal
úgy tudod elérni a megfelelő szép körívet. Ez egy nagyon sok gyakorlást igényel, úgyhogy nem megy egyik pillanatra a másikra. Sokszor még én is elrontom, de szerencsére jó sok memóriakártyánk van, úgyhogy ki lehet küszöbölni a hibákat, ki lehet vágni a jó snitteket, és azokat kell használni. Bárki hibázik, még a legprofibbak is hibáznak, maximum nem vallják be. Jó, srácok, úgyhogy fontos az, hogy gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Ezt tudnám kiemelni még ebben a témakörben. Oké? Ennyi lett volna mára. Gyere ide, le is szállunk gyorsan. Mára kidolgozta magát. Ennyi lett volna ez a kis vlog. Gyertek máskor is. Köszönöm, hogy megnéztétek. Osszátok, lájkoljátok, stb. Szevasztok!